Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható július hónapban a rák jegyében születetteknél? Először megtekintjük azt, mit üzennek a csillagok. Július elején az indiai számítás szerint a nap még az ikrek jegyében van. Ez egy szomszédos jegy, és segít a rák jegyének. Itt könnyűségről van szó, a levegő elleméről, kommunikációról, információkról, és lehetnek itt kisebb utazások, változások. Merkur bolygó és Vénusz bolygó, amik a jegyében mozog, és jól hat ki a rák jegyére, hiszen a bika jegye a föld eleméhez tartozik, a rák jegye a víz eleméhez tartozik, és a föld és a víz barátságban állnak egymással. Ez lehet egy jó hír, jó kapcsolatok, előnyös szerződések, Vénusz bolygó szerencsét hoz a szerelmet illetően, de ennél a mozgásnál lehet egy hölgy is, aki segít. Mars bolygó, az a kos jegyében van, és nincs jó hatással a rák jegyére. Ez lehet fáradtság, kimerültség, vagy azt is jelentheti, hogy valaki támad téged, meg kell, hogy védd magadat. Jupiter bolygó a halak jegyében, a víz elemében van, a rák jegye szintén a víz eleméhez tartozik, tehát itt vannak lehetőségek, szerencse, ez lehet egy nyeremény is, vagy ha bírósági dolgokról van szó, akkor itt tisztázódik valami folyamatnak az események. Szaturnusz bolygó, az a sors bolygója visszafele halad, vissza fog térni a bak jegyébe, és az pont szemben áll a rák jegyében, itt majd tükröződni fog valami, kihat a sors utatokra. Július 13-án teli hold van Nunki csillag hatása alatt, és ez jelent egy helyet, ami erőt ad most számodra. Július 28-án új hold van, ez jelenti a visszahúzódást, a meditációt, mégpedig el kellene gondolkodni azon, hogy milyen kapcsolatokat szeretnél kiépíteni. Július 29-én Jupiter bolygó megáll, utána visszafele halad, a szerencsénél, lehetőségnél, lehet itt múltról van szó, vagy kicsit fékezi a dolgokat. Amennyiben egy bírósági ügyet jelent, akkor egy pillanatra megáll úgy minden, de át lesz vizsgálva valami, ami a múlttal áll összefüggésben. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. De mielőtt erről beszélnék, felhívnám a figyelmedet arra, hogy egy személyes havi jóslás megrendelhető nálam. A díjam 3500 forint. Itt a halak jelentik az anyagiakat. A halak mellett ez a hegy a problémákat, de ez elmúlik. Hiszen a problémák alatt ott vannak az egerek. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát az egerek eltávolítják az anyagi problémákat, és itt van a szerencse, ez lehet egy nyeremény is, és ez a kála virág jelenti a tisztaságot, itt rendeződik, tisztázódik valami. A hegy az jelentheti a téli hónapokat is, itt voltak korlátozások, de az egerek ezt is eltávolítják. Amit ez a torony még jelenthet, hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet,
ez is le lesz zárva, és hamarosan kiderül az igazság, láthatóvá tesz valamit ez a nap. Itt a gólyák jelentik a változásokat, ami szerencsét hoz. Nem csak az anyagiakat illetően van a nyeremény és a szerencse, hanem egy spirituális területen, azon kívül a szerelmet illetően, hiszen a gólyák kihatnak erre a szívre, és itt van a remény. Ez beköszönt a házhoz. A mély érzelmek és a szerelem. Itt ez a kép, ez a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol úgy érzed, itt le tudsz gyökerezni. A horgony szintén ezt jelentheti, le tudsz horgonyozni. Ez kihat az otthonodra, a környezetedre, a családra. Itt megjelenik a remény, azon kívül ez a hajó jelenthet külföldi utazásokat, külföldi kapcsolatokat, barátságokat, vagy egy ingatlan vételét külföldön. Itt látható a szerencse és a változások. Ez a fa jelentheti a gyógyító erőt is, vagy ezt a területet. Ez lehet a munkád, vagy a hivatásod is, hiszen a horgony jelenti a munkát, a hivatást. Itt vannak a lehetőségek, kinyílik egy új ajtó, és itt lehetnek szerződések, erre is utalhat ez a levél. Vagy szerződés a házat, az ingatlant illetően. Ez is lehet, különösen ennél a férfinál, mert ő áll ezekkel a kártyákkal egy vonalban. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, előtted van ez a férfi, a lelki társad. Itt megvan a kapcsolat köztetek, ez a virágcsokor jelenti a te szép gondolataidat, a szépségedet, nőiességedet, vagy egy kreatív tevékenységet. Itt lesz egy kellemes meglepetés. Az ő feje fölött itt van a gyűrű, az jelenti a kapcsolatot vagy szerződéseket, amit a gyűrű még jelenthet, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád, tehát ő ezt tervezi, hogy visszatérjen hozzád. Ez a virágcsokor jelenthet ajándékot, és a gyűrűnél lehet ékszerről is szó. Itt van mögöttetek ez a kártya, az utak. Ez jelentik a változásokat, hiszen tudtok döntéseket hozni. Melyik irányba menjenek előre itt az események? Bal oldalra vagy jobb oldalra? Itt lehetőségek vannak, különösen ami a munkát illeti, hiszen az utak egy vonalban vannak a horgonnyal, és a horgony jelenti a munkát, a hivatást. De legyetek óvatosak, hiszen ez a kígyó lehet egy idősebb, barna hajú nő, aki így figyelked benneteket, és ez a nő rossz indulatú, itt van az ostor, hiszen meg akar bántani benneteket, és itt a ravasz róka, az jelenti, hogy hazudik, vagy becsap benneteket, tehát azért legyetek óvatosak, különösen, ami itt a munkahelyet illeti. Ez lehet az ő kolléganője, de rád is kihat, mert te is egy vonalban vagy a munkával, a hivatással. Itt az ostor jelenti azt, hogy ez a nő meg akar sérteni téged, és itt megjelentek az ő gondolataiban. De amit ez a ravasz róka és a kígyó még jelenthet, ezek mellékutak, tehát amikor döntésekről van szó, amire az utak utalnak, és itt lesz mozgás, döntéseknél legyetek kicsit óvatosak, ne mellékutakon közeledjetek valamihez, hanem itt legyen meg az akarat, az életerő, és akkor így előre mennek a dolgok.
Az is lehet, hogy július elején, közepén nem jó időpont ezeket a döntéseket meghozni, hiszen itt van a felhő a közelben, ami azt jelenti valami még átláthatatlan, és a könyv jelentheti a titkokat is, hogy valaki eltitkol előletek valamit. Persze ez a könyv utalhat tovább képzésre is, de július elején nem a megfelelő időpont, hiszen itt még nem tudni, hogy hogyan alakulnak a dolgok, a munkát, a hivatást illetően. De ennek ellenére legyetek óvatosak, itt van a ravasz nő, de ez a ravasz nő elbúcsúzik ettől a munkahelytől, hiszen itt ez a kasza elvágja, tehát itt arról lesz szó, hogy lesz nála munkahelyi változás, és a gyermek jelenti azt, hogy ennél a nőnél lesz egy munkahelyi kezdet, egy új kezdet. Persze azt is jelentheti, hogy ez a nő így gondol rátok, rossz indulatú, meg akar bántani benneteket, és el akarja érni azt, hogy te vagy ő, vagy mindketten elbúcsúzzatok ettől a munkahelytől, és itt legyen ez a szakítás, egy új kezdet, egy új irány, más döntések. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét július hónapban itt látható. A télen voltak anyagi nehézségek. Itt kitisztul valami, rendeződik ez a helyzet, és szerencséd van az anyagiakat illetően, ez lehet egy nyeremény is. Ti közel álltok egymáshoz, itt a kapcsolat, lesz egy kellemes meglepetés, tisztázódnak a dolgok. Ez a könyv jelentheti a tudást, de még nincs elismerés, hiszen itt van mellette a felhő, minden olyan átláthatatlan. Ez a könyv jelentheti az ő zárkózottságát, vagy azt is, hogy valaki eltitkol előled valamit. Itt döntésekről lesz szó, nem csak az utak jelentik ezeket a döntéseket, hanem ez a kereszt. Ez jelenti a hitedet, azt is, amikor a sors utatok itt kereszteződik, vagy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. De most fontos döntéseket hozni, ez nem jó időpont, erre utal a ravasz róka, hamis döntések például, mert itt vannak a felhők, tehát mi minden olyan átláthatatlan. Különösen, ami a munkát illeti, vagy egy továbbképzést illet. Második hét július hónapban itt látható. Ti ott vagytok egymás mellett, segítetek egymásnak, itt lesz egy találkozás, az élet utatok kereszteződik, ő meg akar lepni téged valamivel, visszatér hozzád, lesz egy ajándék, a korlátozások elmúlnak, hiszen az egerek ezt eltávolítják, itt vannak a gondolatok, az érzelmek, és lesznek változások, döntések, előre mennek az események, ami erőt ad számotokra. Ez a kártya itt jelenthet sportot, vagy autót is. Harmadik hét július hónapban itt látható. Szerencse lesz, lesznek változások, itt a gyógyító erő, vagy lehet a hivatás, mint például orvos, vagy gyógyász, itt vannak a szerződések, vagy egy fontos hír, a lehetőségek, itt kinyílik egy új ajtó, munkahelyi változások lesznek, de legyetek óvatosak, mert a ravasz róka és ez a nő úgy figyelget benneteket, és azt szeretné, ha ti itt elbúcsúznátok ettől a munkahelytől, és legyen egy új kezdet nehézségekkel.
Persze az is lehet, hogy ez a nő megy el ettől a munkahelytől, és akkor javulni fog itt a helyzet, és a gyermek jelenti akkor az ártatlanságot, vagy egy új kezdetet. Itt van a szerencse ezeknél a változásoknál, és itt a kulcs jelenti a magabiztonságot, a lehetőségeket. Itt kinyílik egy új ajtó számotokra. Utolsó hét július hónapban beköszönt a szerencse, a szerelem, a remény, külföldi kapcsolatok, utazások. Itt a környezetetekben megjelenik a kutya, a barátságok, vagy jó beszélgetések, vagy egy látogatás. És ami a ravasz nőt illeti, és a korbácsot, hiszen ő szándékosan meg akar bántani benneteket, ez lehet egy idősebb nő, a róka utalhat a haja színére, tehát egy barna hajú nő, de amit a koporsó itt még jelent, hogy ez a kapcsolat le lesz zárva, és itt van a szakítás, az utolsó kép, ez a park, akkor azt jelenti, ha eltávolodott ez a nő, akkor szerencsét hoz, hiszen megvan akkor a nyilvánosság, megvan a siker, az elismerés. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!